Mai vendégem tinédzser korában olyan élményekkel gyarapodott, amit csak kevesen tudhatnak magukénak. Ő volt Magyarország legnépszerűbb tinisztárja. Vajon miként dolgozható fel 16 évesen a siker, mennyire torzít az ember személyiségén, és miként lehet tovább lépni az életben? Vendégem Korsos Judit, azaz Lola. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Leventek klubja. Azonnal kezdünk. Szia Lola, üdv a klubban! Szia! Hívhatlak Júcinak? Egyébként igen. Ugye, mert úgy mi, amióta ismerjük egymást, Júcinak hívlak igen. tulajdonképpen, és a karriered leges legelét ismerjük egymást. Szerintem az első cikkeket én írtam rólad, vagy legalábbis az első között egyet biztosan én írtam rólad. Igen. Még a leges legelső dalodnál. Ami az álomtánc volt álomtánc egyébként. Most. Igen. Nem, nem le most ezt De tehát. tudtad a dalokat is. Igen. És jókat írtál rólam. Hát persze, hogy írtam, miket írtam volna más? Tehát te jó kislány voltál. <laughs> Egyébként szerintem tényleg. Igen? Néha, néha próbáltak úgy ö, bemutatni, mintha nem lennék az, de szerintem én teljesen nyugodt voltam. Jó, erről egy kicsit később beszélünk. <laughs> Ugye a beszélgetés apropóját az új dalod a Bélyeg című dal adja, amiben úgy érzem, hogy reflektálsz a múltra, akár Igen. a klipben, akár pedig a dalszövegben. Olvasok fel a dalszövegből egy kis részt, ez a refrén szerintem. Ez az a bélyeg, amit oly sokszor rám raktak végleg, azt hitték átszaphatnak, és közben megváltoztam rég, magam többé nem hagyom, érzem, ez lesz a napom. Igen. Hogy te úgy érezted, hogy téged át akartak szabni akkor, tehát hogy olyan jelmezt akartak Igen. rádaggatni, ami nem te voltál? Volt egy olyan időszak, ez ez mondjuk nem a kezdeti időszak volt, a kezdeti dalok, ugye nagyon fiatal voltam, 16 éves, sőt, egy kicsit fiatal, amikor a legelső dalokat felénekeltem. Ez volt ugye az álomtánc, a hallja meg a világ, és a titokban álmodoztunk, és ott még nem volt minek megfelelni. És aztán, amikor már jöttek a további dalok, a, a következő album, a további megjelenések, ott azért volt olyan, hogy, hogy mégis milyennek kéne lenni ahhoz, hogy, hogy minden jól sikerüljön, és minden jól menjen. Volt ilyen időszak, igen. Az, hogy a te neved Lola lett, reagál arra, hogy van egy Lolita kultusz Igen. a világban, amikor is a nagyon fiatal kislánynak tűnő nőkért rajonganak felnőtt férfiak. Ezt te tudtad akkor, hogy miről van szó? Nem tudtam, hogy miről van szó. Egyébként Bognár Tibi volt a, a legelső menedzserem, és amikor mi elkezdtünk igazából anyagokat gyártani, ő szervezett nekem fotózást, stúdiózásokat, elvitt fodrászhoz, levágtuk nagyon rövidre a hajam, kitaláltunk egy imidzset. Akkor, akkor, még arról nem volt szó, hogy, hogy mi legyen a név, vagy hogy hogyan jelenjünk meg, csak építkeztünk. És ugye, hát Korsos Judit vagyok, szeretem a nevem, de én azt gondolom, hogy ott úgy érezték, hogy ez, ez vagy nem megjegyezhető, vagy annyira nem eladható. És amikor elkészültek a legelső fotóim, akkor már volt kiadó. És nézegették a kiadóban, és mondták, hogy olyan lólítás, hogy annyira fiatal, sokkal, tényleg sokkal fiatalabbnak néz ki, mint amennyi idős ez a lány, és hát akkor legyen Lola. Mert ugye akkor már a Lola egy létező név volt, ugye a mai napig ez, ez így van, a Lolita az nagyon erős lett volna, de a Lola az annyira találó, hogy egyébként én arra ugyanúgy hallgatok sokszor, mint a Jucira. Meg kell kérdeznem, legfeljebb azt mondod, hogy nem zavart. Igen. Nem zavar téged, most visszatekintve sem, hogy ez egy kicsit ilyen tárgyasítás. Nem éreztem, vagy most így visszatekintve nem érzem annak. Teljesen más időszakot éltünk. Szerintem nagyon jól építettek imidzset, nagyon jól kitalálták a karaktereket, és az, hogy én a, a mai napig énekelhetek, színpadrálhatok, vagy műsort vezethetek, az annak köszönhető, hogy akkor volt egy nagyon jó, nagyon erős indulás. Nem, én, én ilyeneken soha nem sértöttem meg. Egyébként volt egy nehezebb időszakom, amikor mondjuk ilyen 25-26 éves voltam, amikor nagyon előtérben volt az, hogy most akkor én mennyi idős is vagyok, mert hogy nem vagyok még mindig elég felnőtt, az, az nagyon érzékenyen érintett. Mert ott azt éreztem, hogy a nőiességemben bántanak, mert hogy szemmel láthatóan mondjuk nem úgy öregettem, vagy nem hmm. úgy értem, mint a többiek, az zavaró volt, de 16-17 évesen nem, nem gondoltam erre. És szerintem azért sem gondoltam erre, mert akkor nem volt ennyire előtérben ez a téma. Mert ugye a szexualitás? Igen, meg az, hogy mondjuk tárgyasítunk egy nőt, vagy én voltam még annyira kislány, hogy nem foglalkoztam ezzel. Uh -huh. Az, hogy neked ez a rocker stílus volt a kezdetben a védjegyed, sőt az államtárszál még talán nem is a rocker stílus volt, hanem inkább ilyen kis koktérvás volt a videóklipnál. Igen, fekete igen hát jelmezeket hoztunk el a tévéjelmeztárából. Igen, igen, és uh, utána jött ez a, ez a rocker stílus, ez a tied volt, vagy pedig uh, a külföldi trendekre? Épült rá. Az inkább az enyém volt, mint az álomtánc. Mm -hmm. uh, amikor én ugye felköltöztem 60-ból Budapestre, akkor nagyon élveztem azt, hogy sok nem változtathattam. Uh, igazából kitalálhattam azt, hogy ki vagyok, uh, mi vagyok, és lehettem, tudod, egy ilyen nagyon az a csaj. Mm -hmm. Nem kellett nagyon csinosan öltözni. A színpadon egyébként úgy éreztem magam nagyon magabiztosnak, hogyha kicsit olyan, olyan rocker voltam, meg, hát egyébként nagyon szeretem a rockzenét, de hát az, amit akkor én csináltam, annak köze nincs a, <laughs> a rockzenének az az popzene, nyilván voltak olyan külső elemek, amiket használtunk, vagy amilyen sminkeket szerettem, de inkább az az imókorszak volt, amit annyira furcsa kimondani, hogy úristen, voltunk imók, Miért nem szólt valaki? Hogy azok a sminkek, Minden azok a szóltak. hajak... Sokan szóltak akkor, hogy ez nem jó. Tényleg? Nem menő. Ne nekem figyelj senki. Tele volt vele a média. Nekem nekem senki nem szólt. Én csak azt tudom, hogy az akkori fodrászom nagyon jól szórakozott, mert hogy velem egykorú lányok, vagy fiatalabbak mentek hozzá, hogy olyan hajat szeretnének. Nagyon sajnálom lányok, hogy olyan hajatok volt, mert mert szerintem az nem volt jó ötlet. Uh -huh. De szóltál nekem? Nem mertem. Látod, látod máskor ilyenkor szólni kell. Máskor majd szólok, hogy figyelj, ez nagyon nem jó, mit csinálsz, ez nagyon gáz. Jó. Figyelj. Oké. Okay. Um, hogyan fedeztek fel téged, mert nagyon fiatal voltál, Igen. nyilván sokat beszéltél már erről az útról, hogy hogyan fedeztek fel, de hát tegyük ezt így rendbe, meg meséljük el ebben a videóban, mert szerintem ide élik ez a történet. Hát valahogy egyébként, ha, ha erről mesélek, akkor azt érzem, hogy a gondviselés, vagy valaki engem mindig úgy jó helyre uh, vitt. Én a 65. számú általános iskolába jártam 8 évig, és amikor elsős lettem, akkor egyszer csak hallottam az akkori suli rádióban, hogy indul egy színítanoda lehet jelentkezni, nem érdekelt. Egy kicsit sem érdekelt, de az elsős osztályfőnököm Nóri Néni, ő látott valamit, felhívta édesapámat, hogy hát azért vissza kéne hozni délután erre a válogatásra a, a, Jucit, és figyelj, arra emlékszem, hogy odaértünk, átadt egy nagy sor és mondtam, hogy én ez biztos, hogy nem várom ki, Úgyhogy be kellett vinni gyorsan, mert hogy egyszerűen azt éreztem, hogy én nem akarok erre várni. És ott valami megváltozott. Énekeltem, táncoltam. Olyasmi volt, mint egy zeneiskolai felvételi egyébként ritmusképleteket tapsoltunk, megnézték, hogy nagyjából ö, értem azt, ami ott történik, és onnantól én valahogy ott ragadtam. Ott ismertem meg azok alatt a színitanodás évek alatt azokat az embereket, akikkel a mai napig is előfordul, hogy hogy együtt dolgozunk. Úgyhogy ez egy véletlennek köszönhető, és talán 13 éves voltam, addig folyamatosan énekeltem, különböző plázákban hétvégenként tudott táncoltunk, versmondó versenyre jártam, mindent csináltam. 13 évesen úgy döntöttem, hogy na majd jön a nyolcadik, meg a gimi, és én, én nagyon komoly súly is leszek, és akkor ezt abba hagyom. És euh, akkor csörgött a telefonom, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk az első lemezen dolgozni, és ugye az olyan 14-15 éves koromtól már ment is. Úgyhogy gyakorlatilag 8 év volt abban, hogy végre történjen valami, és amikor el akartam engedni, akkor akkor végre megszólalt a telefon. Uh -huh. Örültél neki? Örültem neki, de nagyon nehezen hittem el. Mert addigra már annyi mindent láttam, ugye, ö, én egy tanodában jártam, mondjuk Veres Mónikával, mm. Dammak Jászminnal, Zimány Lindával, és azt láttam, hogy hogy olyan jó, mert hogy ők úgy úgy haladnak, és tudod, mindig én voltam a kicsi, a szemüveges, a, a, a fogszabályzós, és azt éreztem, hogy valahogy ez nekem nem akar menni, és, és ott volt az, hogy nagyon örültem annak a telefonhívásnak, csak nem tudtam, hogy elhihetem, vagy nem. Uh -huh. Aztán szerencsére elhittem. Szerencsére össze is jött. Igen. Ugye te egy top popstar voltál, top tinisztár voltál abban az időben, amikor a karriered elindult. Mennyire távolodtak el a barátok tőled ennek örömére? Tehát, hogy inkább eltávolodtak, mert irigykedtek, vagy pedig nem volt rájuk időd, vagy inkább elkezdtek keresni pont azért, hogy a kegyeit beférkőzzenek, és egy kicsikét kapjanak a reflektorfényből, ami rád vetül. Nem volt túl sok barátom, már előtte sem, uh, akik gyerekkoromból megvannak, uh, például van az Eszti barátnőm, ő 6-7 éves koromtól megvan a mai napig. Van olyan barátom, akit uh, annak köszönhetek, hogy elkezdtem énekelni, mert eljött egy klipforgatásra, de gyakorlatilag mindenki más eltűnt. Uh, akkor ez nem volt menő? Ez kívülről úgy látszott, hogy, hogy milyen jó, mert énekelek, és klippeket forgatok, és mehetek fellépni, és koncertezni, de nem nagyon tudta a korosztályom, akik mondjuk az osztálytársaim voltak, én három különböző gimnáziumban jártam, nem nagyon tudták, hogy mivel állnak szemben, uh -huh. és ez uh, micsoda... Az, hogy valaki tinisztár, akkor az már egy ideje úgy ismeretlen volt, hiszen mondjuk Szandi után volt egy jó nagy kihagyás, és, és nem tudták, hogy mi történik, úgyhogy nem igazán szerettek. Nem azt mondom, hogy ezért jártam három gimibe de a váltásokban azért ez is benne volt, és például az utolsó kettő évet én azt így összemomva végeztem felnőttek között, és az nagyon nagy segítség volt, mert sokszor azt éreztem, hogy a saját korosztályom, akikkel egy osztályban voltam, hát előfordult azért, hogy bántottak, mert nem értették, tudod, hogy csendes voltam, és azon kívül, hogy iskolai rendezvényeken mondjuk szívesen mondtam verset, és énekeltem, azon kívül nem sokat tettem hozzá, egy az osztály életéhez, nem voltam menő. Kicsit sem. Uh -huh. Tehát inkább ki voltál közösítve. Igen, azt éreztem egy idő után, és volt olyan uh, tanárom is, aki, aki azt mondta, hogy először az érettségét kéne megszerezni, és utána színpadra állni. Hát ez egy ilyen Ezt a mai napig nem, érzel, nem értem, hogy ez, ez mit jelentett, és nagyon örülök, Még hogy van, senki aki nem, szerezte meg a mai popstárok közül az érettségiét érted, és már akkor az te is énekelt, és Igen, volt. de ez egy, ez, egy tehetség, hogy van, amihez kell, és van, amihez nem kell, és szerintem ilyen esetekben erről értelmetlen beszélget. Az érettségi azért jó, hogyha van, mert ez legalább egy, egy, út, amit amin végigmész eléred, és legalább azt tudod bizonyítani saját magadnak, hogy erre képes voltál. Nekem csak igen. ennyi az érettségének a jelentősége. Hát ez valóján. egy nagyon alap, alap dolog, igen. Tehát a tanárok sem túlságosan rajongtak azért, hogy te ezt műveled és csinálod. Mindenki. Volt, aki támogatott egyébként a, a környezetedből, a szülédet kivéve mondjuk? Persze. Hát azért az általános iskolában nagyon sok olyan tanárom volt, aki, aki látta azt, hogy nekem ehhez van tehetségem és támogatni kell. A, a családom sem tudta először, hogy mi történik. Hát gondolj bele, elváltak a szüleim, a nővéremmel ugye mi apukánkkal maradtunk, átköltöztünk a nagyszülőkhöz, és az egy teljesen más élet volt, hogy ugye apukám mellett a nagyszüleim neveltek, azért ott csak kimaradt egy generáció, és mondjuk a nagymamámnak nem az volt a legfontosabb, hogy én, én mondjuk koncertezni mehessek, hanem hogy jól tanuljak, megbízható legyek. Tudod, hogy a normális kis nőt neveljen. Tudja főzni, igen, mosni, főzni. Igen, akarítani. és nagyon sok mindent meg is tanultam, egyébként ezt a vonalat így persze viszem is tovább, de hát nekik nem feltétlenül az volt a fejükben, hogy hogy kerülök majd a színpadra. Gondolj bele, amikor az első fotózásimról hazamentem, ilyen nagy hajakkal, meg sminkekkel is megláttak, az teljes kiborulás volt, de, de voltak olyan tanáraim persze, akiknek a mai napig hálás lehetek, és, és, akik látták, hogy, hogy nem feltétlenül kell egy dobozba bezárni, és okja a sulit csinálni, és semmi más nem lehet mellette. Úgyhogy azt mondanám, hogy egyébként fele-fele. Az egyik imimet azért hagytam ott, mert nem nagyon engedtek nekem mozgásteret. És akkor gyakorlatilag egyik nap becsuktam az ajtót, hazamentem, és azt mondtam az édesapámnak, hogy kell majd keresni egy iskolát, mert most per pillanat nincs. Mm. Ez a fajta kirekesztődés egyébként téged mennyire viselt meg? Tehát, hogy te depresszióztál -e miatt, vagy pedig próbáltad könnyedén kezelni? Könnyedén kezeltem. Egyébként is én így magamnak való voltam, hogy nem hmm. voltam az, az osztályban sem a társaság középpontja. Valami nálam ott ö, általános iskola után történt. Egyébként nagyon visszahúzódó lettem, és pont a színpad volt az, ami pedig nagyon meg tudott nyitni. Hmm. Nem igazán érdekelt, hogy a többiek erről mit gondolnak, mert, mert borzasztóan élveztem azt a helyzetet, hogy, hogy csinálhatok valamit, ami nekem különleges, ami, ami számomra több, és kiszabadulhatok onnan, és, és az álmaimat élhetem. És én valahogy egyébként azt hozom otthonról, hogy ha teszel érte, akkor nagyon-nagyon sok mindent el tudsz érni. És szerintem nálam ez bekapcsolt ilyen 14-15 éves koromban, és uh, nyilván iskolába járni kell, vannak dolgok, amiket meg kell csinálni, de, de én nagyon hamar uh, én azt gondolom, hogy, hogy kiestem abból az iskolai közegből. Jó, de neked a gyerekkorod nem maradt ki, mert de. akikkel te együtt dolgoztál, azok mint felnőttek voltak. Tehát akikkel te ugye az idődet töltötted, mint felnőtt ember volt, 30 fölötti emberek. Volt voltak? Egy része a gyerekkoromnak kimaradt, de egyébként a személyiségem egy kicsit idősebb, mint a mostani korom is. De nem ezért? Mert hogy nem, nagyon gyorsan nem, kellett mindig ilyen voltam. Egyébként mindig ilyen voltam már egészen pici koromban, is én kerestem az idősebbek társaságát, van egy 8 évvel idősebb nővérem, én mindig hozzájuk szerettem volna tartozni, és most is, hogyha megnézem, mondjuk a két gyermekkori barátomon kívül a barátaimat, mindenki 10-15 évvel idősebb, hogy én így, így mentálisan szerintem ugrottam egyet, és sokkal jobban érzem magam mindig az idősebbek között. Többször volt ez téma akkoriban, amikor próbálták megmagyarázni azt, hogy tinisztár vagyok, sikeres is vagyok, de miért lesz ez rossz? És akkor néztek rám, és ki fog maradni a gyerekkor, és mi fog történni. Édesapám lehető legjobb döntése volt, hogy nem kezdett el azon aggódni, hogy hogy kimarad a gyerekkor, hanem csak hagyott, hogy csináljam azt, amiben jól érzem magam, mert gondolj bele, ha akkor ezt komolyan veszik, és elkezdenek azzal foglalkozni, hogy Ja, inkább menjél osztálykirándulásra, akkor teljesen más életem lenne. Én nem vágytam osztálykirándulásra. Én zeneiskolába vágytam, én zongorórára akartam menni, meg kitaláltam, hogy klasszikus éneket akarok tanulni. Nagyon sok minden nem szórakoztatott, ami a korosztályomnak bejött. Uh -huh. Koravén voltál. Az, az is vagyok, igen. <laughs> Figyelj, mondod, hogy amikor hazamentél a fotózáson nagy hajjal, akkor a nagyik kiborult ezen. Teljesen. Mitől féltettek? attól, hogy felnőtt férfiak vesznek körül már gyerekkorodba, és hogy ebből mi lesz, Igen. vagy pedig más volt az oka? Szerintem ezt úgy tudnám a legjobban elmagyarázni, hogyha azt mondom, hogy én 60-ban nőttem fel, 61-ig végében majdnem a legutolsó kis utcában, Na most onnan azért a, ezek a lehetőségek, az, hogy egy fiatal lány 17 évesen felköltözik Budapestre, ha ebbe belegondolsz, ez életveszély egy nagymamának, és Egyébként érdekes. Azt, de Az gondolunk? Ö, azt soha nem éreztem, hogy ő a férfiaktól féltene engem. Szerintem akkor is jól kezeltem a férfiakat, nem volt ezzel problémám, hogy valahogy mindig arra nevelt ő is, hogy, hogy inkább munkával, inkább tehetséggel jobb előre jutni, nem feltétlenül azzal, hogy cicázol a férfiakkal. Szóval nálam ez, ez abszolút kimaradt, és nem mondom, hogy nem voltak próbálkozások nagyon fiatal koromban, mondjuk idősebb férfiaktól, de azt ösztönösen én mindig nagyon jól hárítottam. Egyszerűen nem figyeltem oda rá, és ez a mai napig egy <laughs> jó ignorálod. taktika, persze. Igen, igen a... hogy ezt kizárod, a... és, és ignorálod, mert hogy most minek menj bele abba, hogy figyelj, nem. Úgy is észre ö, veszik, és mégsem bántod meg őket. Voltak olyanok, akik én azt gondolom, hogy nagyon fiatal voltam, és ö, próbálkoztak, de ez mindenhol lehet így, és ö, jó nevelés vagyok ilyen szempontból. Én nem voltam elveszett, azért elmondták, hogy ezeket hogyan kéne. Hmm. Szerintem azért egyébként nálad azért volt ez talán jellemző, mert hogy volt egy illúzió körülötted ez a Lolita vonallal. Tehát, hogy te egy... Meg egy... férfiakkal dolgoztam együtt, hogy a, a menedzserem is egy 15-20 évvel idősebb férfi volt, a kiadómnak a, a, vezetője, a tulajdonosa, az összes rendező, az összes operatőr, az összes fotós, minden zeneszerző egyébként mindig tisztelettel viselkedtek velem, és tudták, hogy van egy határ, amit nem lehet átlépni, de én nagyon beleszoktam ebbe a férfias világba, hát ott voltam 16-17 évesen, 40 éves férfiak között folyamatosan. Fiúsodtál? Bizonyos szempontból igen. <laughs> Ez nem látszott egyébként egyáltalán nem? szerintem. Én nagyon te egy sokat voltam zenekaribuszban. Hogy, hogy ott, ne, ott nem tudsz nem uh, fiúsodni. Inkább azt mondanám, hogy... Uh, hogy ritkábban kellett akkor már kérdezgetni, hogy mire gondolnak a férfiak, hiszen ott éltem mellettük, és hallottam, hogy mi történik. És nekem a mai napig vannak ugye nagyon közeli fiú barátaim is, valahol legbelül én tudok azért fiús lenni. Mennyire fogadott el téged a szakma? a tinisztárság tini alapvetően nem egy túlságosan elfogadott Annyira jelenség. Nem hogy erről beszélgetünk. Mert? Kicsit sem. Mert, mert, erről még nem volt így alkalmam beszélni. Um, kicsit sem fogadott el a szakma. Tudod, addig, amíg úgy csak vagy, létezel, addig jó cuki vagy, nem zavarod a köreiket. Persze. De jó. Milyen jó klipet csináltál. Viszont, hogyha ha éppen sikeres vagy, és úgy az elérésed, vagy a, a hallgatóid száma megugrik, akkor inkább ellenség leszel, Szerintem nagyon sok tehetséges zenész van itthon, és nagyon pici a piac, és ez akkor is így volt. Engem nagyon sok kiadó elküldött, hogy értelmetlen egy egy kislányjal dolgozni, mert kit érdekel? Minek? Mikor vannak felnőtt előadók? Vagy vagy kicsit érdekesebbnek kéne lenni? Aztán tudod, hogy megjelent az első lemez a másodiknál, mert többen szerették volna uh -huh. kiadni, de akkor már volt egy kiadó, aki az elején belenyúlt, és nyilván úgy szerződtettek le, hogy tudod, onnan nem mozdulsz, de tegyük hozzá, hogy nem is akartam. A, a szakmában nekem nehéz volt. De ez a mai napig én azt gondolom, hogy minden fiatallal így van, aki tudod így berobban, és nagyon élvezi. Mm. Mert mert van olyan... Nálam azt látták, hogy nekem nem kellett ezért megdolgoznom, de nem tudták, hogy hat éves korom óta én ezen vagyok. Mm. Mert ugye nem mondtam, és egyébként nem is kérdezték. De mi volt a kifogás? A képességeid, a zene? Túl vagy mi volt fiatal, az, még nem dolgozott, meg ezért. Miért dolgozhat ilyen szerzőkkel, miért kap ilyen klippeket, és tudod ez a kérdés, hogy miért kap ilyen klippeket? Nagy cégekkel dolgoztunk együtt, akik ez szponzoráltak, egy nem? igen, ők láttak bennem valamit, és ők is szerettek volna velem együtt dolgozni, és szerintem egyébként ez, ez sokszor nem korfüggő, de ott az volt, hiszen nem értették, hogy honnan került elő, és miért van egy ekkora csapat, aki ennyire hisz ebben. De hát azért volt, mert én is ennyire hittem ebben, és tudod, semmi nem tudott megzavarni, de egyébként ezt, ezt is nagyon tudatosan próbáltam ignorálni. Nagyon kevés barátom volt a szakmából. Ez a mai napig így van egyébként, mert amikor bántjuk egymást, vagy sárdobálunk, vagy ezerjáról beszélgetünk, vagy bármi, én ebben nem szeretnék részt venni, hogy örüljünk a másik sikerének, hiszen tőlünk ez semmit nem veszel, és, és, tudod, úgy szoktam gondolkodni, hogy soha nem szeretnék az a megkeseredett uh, énekes lenni, aki mást bánt. Hmm. Mert akkor már azt érzem, hogy valaki olyannál váltam, aki tényleg soha nem szeretnék lenni, és én, én nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. Volt egy díjátadó, ahol egy akkori DJ jött hozzám, nem tudom, évlemeze díjat kaptam, meg événekes nője díjat, és nagyon-nagyon boldog voltam, mert hogy azt éreztem, hogy ezért azért sokat tettünk, és ránnézett és azt mondta, hogy gratulálnék, de nem értem, hogy te hogy kaphatsz díjakat. Sírtam utána fél órát, a mai eszemmel már nem sírnék. Szembe röhögné, mi? Igen, és ez egy felnőtt férfi volt, tudod, ebben, ebben ez a dorvés és voltam mondjuk 19 vagy 18 éves. Most már igen, szembe röhögném, akkor egy kicsit pityeregtem, de, de ezek is kellettek. Meg akartam kérdezni, mit szólsz a mostani tinisztárokhoz. Igen? De nem akarsz róla beszélni, azt mondta. De hogy nem? Mostani tinisztárok szerinted van ilyen kifejezés, hogy mostani tinisztárok, vagyok? tudják, hogy tinisztárok? Azt nem tudják, hogy tinisztárok, de vannak tinisztárok. Igen, vannak. És ráadásul pont a szövegviláguk, általában reperek ezek a tinisztárok a mai világban, és a szövegviláguk azért nagyon távol állattól, ami a, a te karriered csúcspontján szövegvilágként Igen. megjelent. Tehát itt a, a szex elég erőteljesen, tehát nem csak sejtett, hogy nálad volt az erotika benne de a szövegekben. Nekem mindenért szóltak. Igen? Hát persze, hát ott nem lehetett, úristen, hát kiborultak a szülők. Ugyanúgy a, a füvezés, a drogozás, Igen. nem tudom mi, ezt te mit szólsz? Így ö, már boomerként. <laughs> de jó, hogy jöttem. Um, lehet, hogy a, a múltam miatt én elfogadóbb vagyok velük, egyébként szerintem nagyon menő tiniszterjeink vannak. Ö nagyon szeretek elmenni a koncertjeikre. Most egyébként voltam Manuel koncerten a, a barátaimmal, egyébként fiatalabb gyerekeket vittünk, ezt tudom, így nagyon-nagyon vicces, és én borzasztóan élveztem, mert szerintem van egy olyan generáció, aki nagyon tehetséges, nagyon tudatos dalszerzők, producerek tudják, hogy mit csinálnak, és most az egyébként, hogy, hogy a világ ennyit változott, és ők miről énekelnek, most kedves történetekkel a mai előadók nem állhatnának színpadra. Teljesen felöltözve szintén nem állhatnának színpadra, úgyhogy én azt gondolom, hogyha ők szeretnének láthatóvá válni, és ugye elég jól láthatók és sikeresek, akkor erre, erre szükség van. Az pedig, hogy a mai 10-12-13 évesek ebből mit értenek, most ezzel lehet, hogy nem leszek népszerű, de otthon van dolga ezzel, szerintem a, a szülőknek érjen, Rianát nagyon szeretem, és vele uh, olvastam egyszer egy uh, interjút, és azt mondta, hogy neki nem feladata az, hogy nevelje ezeket a gyerekeket. Ő énekel történeteket, előad a klipben különböző szerepeket, de nem neki kell őket nevelni, hanem azoknak, akik otthon vannak, és szerintem egyébként ez nagyon nehéz a szülőknek. Tök jók ezek a dalok, én hallgatom is őket, nagyon szeretem őket, is, és szerintem engem ez nem borít ki. Így hmm. bumerként sem. Oké, okay, nincs gyermekem, szóval lehet, hogy akkor kicsit így máshogy néznék, de, de tudni kell a helyén kezelni ezeket a dolgokat, ez előadó művészet. Nem énekelhet arról, vagy nem repelhet arról, hogy lement a boltba. Szerintem ezt a szülők is tudják. Nekem nem is ezzel van a bajom, mert ezeket a dolgokat én is hallgatom, de én már felnőtt vagyok. Tehát, hogy lehet, hogy én már túlkoros vagyok egyébként hozzá, és úgy hallgatom, tudod. És, de hogyha mondjuk egy Bruno ez pakdalt, akiket egyébként tök kedvelek, a gyere üre az alcomra, pattog rajtam csattogva, hogyha ezt egy 12 éves elkezdi hallgatni, vagy 13 éves, az nem annyira erős. amikor először meghallgattam ezt a dalt, én, én nagyon jól szórakoztam, és így nevető görcsöt kaptam, és hogy jó, Isten, jó, mindegy. Hát felnőtt fejezi. Igen, és, ennyivel ezt. Ezt elintéztem. Ez nem biztos, hogy egy jó ö, vonal, de hogyha belegondolsz, igazából mindenhol, mindenhol változnak az emberek, hogy ez sem fog mindig tartani, és tudod, ez olyan, hogy majd 10, meg 15, meg 20 év múlva, akkor meg azt fogjuk mondani, hogy ők még milyen kedves dalokat csináltak, hogy a világnak van egy olyan változása, amit úgysem fogunk tudni megállítani, és egyébként a mai gyerekek, meg már telefonnal a kezükben, ahol minden ott van teljesen másban vannak. Hát gondolj bele, annak idején, mondjuk amikor én a Tokió Hotel előtt előzenekar lehettem, akkor weboldalak jöttek létre, hogy hogyan öljük meg Lolát. Pontokba szedve, mert gyűlöltek nem a emlékszem erre. Én emlékszem, gyűlöltek a Tokió Hotel rajongók, hogy ugye én találkozhatok majd velük, és, és mi lesz. Ma már nem weboldalakat hoznak létre, hanem konkrétan megkeresik Instán vagy bárhol az előadót, és írnak neki, hogy rohadj meg. De tényleg, hogy... És ez Sor még a, jel. igen, most igen, azonnal. igen, is. és, ez még a, a legkedvesebb, úgyhogy teljesen más világ, és szerintem amúgy kár is, kár is hasonlítgatni. Szerintem ugye mi időszakunkban is volt olyan, aki kicsit botrányosabb volt, de hát ilyen dalszövegeink soha Soha nem voltak. Nem is lehettek volna. Nem, igen, Ezeket meg nem pont is lehettek. Pont ön a kiadói háló szerintem az, ami ezt visszatartotta. Tehát igen. most már ugye nincsen klasszikus kiadó, nagyon kevés van, nagyon kevés ember tartozik hozzájuk, és ezek általában kvázi magánkiadások. Igen, dolg, és egyre nehezebb hatást elérni, hogy ahhoz már tényleg valami olyat kell csinálnod, amivel kivered a biztosítékot, és egyébként az pedig tény, hogy a gyerekek ezt hallgatják, és amire meg tudod van közönség, akkor az működik? Az működőképes. A te tinisztárságodnak a csúcspontján volt egy Petőfi csarnokos koncerted, ami akkor hatalmas dolognak számított. Most ugye Azaria háromszor tölti meg a, a stadiont konkrétan, tehát hogy tulajdonképpen a mai az a Ria, az te voltál régen tulajdonképpen a te De érdekes, nem te vagy voltál. az első, aki ezt mondja. Hát az akkori népszerűség szerint az Igen, nagyjából akkorának számított. Nyilván most nem tudjuk a kettőt összehasonlítani, persze? mert a három stadion azért nem egy Petőfi De egyáltalán nem. De, hogy, de, 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 de a népszerűségben... <laughs> Akkor nem ismertünk hiáról álmodni. Persze, de senki nem tudta megtölteni a, a csarnokokat, nem Demjén Ferenc meg a hasonló kaliberű régi nagy motorosok. Uh, és ezért, az hogyha azt nyilatkozta volna valahol, hogy a sikert senki nem tud segíteni feldolgozni. Te ezt hogy élted meg? Hogy te tizen valahány évesen konkrétan toplistákat döntögettél, és a dalodat, dalod kifolyt a Viva TV csatornáról, a koncerted a Petőfi csarnokban történt. Mit mosolyogsz? Hát szerint? szerinted én tudtam, hogy mi történik? Nem nem tudtam, hogy mi történik, és nekem azért volt nehezebb feldolgozni, mert nem volt előttem senki. Hogy most, amikor a tinisztárokról beszélgetünk, most van egy ilyen csapat. Ott vannak heten, nyolcan, tizen, meg tudják beszélni ezeket a dolgokat. De senki nem volt. A kiadó is igazából, tudod, úgy voltak vele, hogy jó, hát aláírok egy szerződést, most a sok másik előadó között pont elférek, nagyon nagy mínuszban nem viszem a bulit, vagy lesz belőle, vagy nem senki nem volt, aki tudta volna, hogy uh, mi történik. Nekem a menedzseremmel nagyon jó kapcsolatom volt, úgyhogy ott volt az, hogy tudtam hívni, ha éppen rosszul éreztem magam. Bár én, én arra emlékszem, hogy egyébként gyerekként nekem tudod, mi volt nehéz? Nagyon sokat kellett fáradtan és betegen dolgoznom. Hmm. Mert, mert azt tudod, jó eső, hogy elmész koncertezni, és kiabálják a nevedés énekelnek veled, hiszen ezért is csinálod. De amikor már kezdesz fáradni, és, és, folyamatosan beteg vagy, és rossz paszban vagy, és, és azt érzed, hogy ez most nem jó, és akkor is menned kell, mert hogy ez valahol egy üzleti vállalkozás, hogy ez neked a szívügyed, a többieknek pedig egy üzleti vállalkozás, az volt, az volt nehéz, és évekig nem tudtam azt abba hagyni, hogy lázasan is mindenhogy mentem mindenhová. De maga, maga a siker az, hogy azt felfogd és, és jó helyre tud tenni az akkori kis agyadban, az, hogyha nincsenek előtted példák és senki nem beszélget veled erről, akkor ez egy idő után... A te természetes közegeddé válik, hogy mész egy adóra, mész, a következőre is, és mindig azt éreztem, hogy nagyon-nagyon jól kell teljesíteni. Oda kell menni, meg kell csinálni, jöjjenek az új dalok, és egy idő után ugye elfelejted élvezni, mert ilyen jó kis katona leszel, aki imádja azt, amit csináld, a feldolgozásra szerintem semmi időd nincs. Semmi. Az a részet nem. nem. Érdekes volt egy időszak, szerintem ilyen 24 vagy 25 éves korom körül, mikor arról beszélgettem az akkori kiadómmal, hogy szerintük miért kéne retrónak lennem. És, A boomer mondta, én Igen, Még igen. előbb megérdeztem. Éreztem, ezt. hogy na most kell futni, hogy nagyon hálás vagyok nekik, de hogy... Um, a nagymamám nekem nagyon sok mindent tanított egyébként így az életről, és nagyon jó, hogy, hogy, velük nőhettem fel, néztünk tévés személyiségeket, énekeseket, és mindenkit a tévében, és mindig mondta, hogy van abban valami annyira elegáns és annyira szép, amikor valaki minden kort és minden történést fel tud dolgozni. És hogy egy a fontos, hogy mindig fejlődni, tovább menni, és nem oda, oda visszavágni. Volt három vagy négy olyan évem, amit így kegyetlenül kinyomott kuplunggal, mindig azt mondtuk, végig toltam. Nem biztos, hogy boldog voltam. Uh -huh. Nem hiányzik. Oké. Okay. Uh, szerinted az miért van, hogy most, a mai világban a fiú előadók inkább előtérben vannak, mint a lányok. Talán. Ez mindig így volt. De nem így. Hát de de. hagyjuk. Az élő példát vagy te. De jött utána egy SP. Melléd, Igen, aki... Meg így. egy Tommy, egy Flor Tommy, és onnantól ez az esélyed nincs. Hogy nekem ez azért volt így, mert mert én kezdtem el ezt a Tinisztár vonalat. Mm -hmm. De ha ők hamarabb kezdték volna, nem tudom, hogy mennyi lehetőség maradt volna számomra, hiszen ahogy jött az SP, ahogy jött a, a, a Tommy, és ugye kezdett kiépülni, akkor a, a fiúcsapatok időszaka egyre nehezebb volt, hiszen értük máshogy rajonganak. A fiatal lányok ők, ők... Megszállottan. Aktívabban a... Igen, igen. Még a fiúk csendesebbek, visszafogottabbak. Jó, de a lányok tudnak veled azonosulni például, hogyha mondjuk szimpatikus vagy nekik, nem? De nem fognak visítani, hogy dobjon le a pólómat. Még jó. Hát, igen, még jó, de de én azt gondolom, és, és erről már eleget beszéltünk mindenhol, meg én, én egyébként nem szoktam minden nap erre gondolni, de a férfiaknak igen más, és, és könnyebb, és mindig több lehetőségük van előadóként is. Sokkal több mindent megtehetnek színpadon is. Mert kevésbé ítélik el őket, Persze. érte? Persze. Hát tök laza, hát hogy csinálják végül is, menő. Miközben, ha egy lány már kicsit úgy kevesebb ruhát vesz fel, vagy kicsit úgy cicázik a közönséggel, akkor ő már beveti a bájait. De hogyha mondjuk egy előadós rác, Gyönyörű kis egy kicsit úgy mutogatja magát, ez teljesen rendben van. Szerintem egyébként mindkettő rendben van, hogy, hogy ami szép, azt, azt meg lehet mutatni, meg ki, hogy érzi magát jól a színpadon. De én mindig azt éreztem, hogy a férfi előadók mellett nekünk azért mindig többet kell tenni. Főleg, hogyha tiniszter vagy, hát akkor az meg. Dupla bélyeg. Hát jó, csak most, hogyha így belegondolok, akkor általában a nagy női sztárok. A pop világban uh -huh. azért általában azok, akiket lekurváznak tulajdonképpen, mert egyszer topban és egyszer bugyiban mennek fel a színpadra, leszámítva számítom egy Tehát, hogy ő ugye egy ilyen is Igen. Lesz, is. Hát amikor tudod egy kicsit testhez álló ruhákat felvett, és látszott, hogy neki mennyire nőies gyönyörű alakja van, akkor azért azonnal előkerültek uh -huh. azok. Oké, okay, csak hogy lehet, hogy ez kell ahhoz, hogy valakiből nagy sztár váljon, hogy Persze. akkor legyen egy közök, aki lekurvázza tulajdonképpen. Nincs, nincs. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ismert ember foglalkozom bármivel, aki ezt még nem kapta meg. Um, valamiért van egy ilyen, ilyen berögződés, hogyha egy nő sikeres, hát akkor nyilván az csak úgy érheti el, hogyha, hogyha, mindent bevet. És egyébként szerintem ez... ez nem minden esetben igaz, de tudod, szerintem ez már egy ilyen ösztönös reakció, hogy így oda dobjuk másnak, mert ez, ezt a, a legegyszerűbb, én is kaptam már ilyet, először még úgy megérintett, hogy én, hát nekem milyen, nem csináltam semmit, aztán igazából egy idő után már annyira megkeményedsz, hogy ebből semmit nem érzékelsz. Mondjuk nekem, tudod, így az első párkapcsolataim a nyilvánosság előtt zajlottak szólt valaki, hogy ne így történjen? Senki nem szólt, és akkor utána vettem azt észre, hogy képzeld el, volt egy ö, ismert fiú, akivel szakítottunk, álltam egy bevásárló központban a, az élelmiszerboltban leszakad, és odajött hozzám egy idős néni, és azt mondta, hogy jól tette XY, hogy szakított magával, mert az a férfi egy rendes kislányt érdemel. És álltam, hogy én mit csináltam, csókolom, hogy tényleg semmi nem történt, szóval ott is ugye én voltam az, aki nyilván a rossz életű volt, és úristen, mi történt? Semmi az égvilágon. Soha nem volt egyébként olyan időszak az életedben, amikor te mondjuk lázadtál a jó kislány szerep ellen, és direkt burizgattál? Most gondolok itt arra, hogy neked nagyon jó barátnőd volt a Tóth Gabé egy Igen. időben, aki ugye akkor a vadóc korszakát élte tulajdonképpen a mostanihoz képest, <laughs> és uh, és ti együtt buliztatok, együtt jártatok össze-vissza, de a Gabi maradt a vadóc szerepben egy jó ideig, te viszont ebben nem keverettél bele. Ez önvédelem, vagy csak egy ilyen kis kikacsintás volt a bulizgatós, pörgős életbe? Ez olyan, mintha nálam egy ilyen szűrő működne, hogy, hogy semmiben nem tudok úgy túlságosan beleesni. Teljesen normálisan szerintem ugyanaz történt velem, mint bármelyik másik fiatal, aki felköltözik és mondjuk túlhajtja magát. Hát amikor szerdától vasárnap estig te koncertről koncertre jársz, és azt érzed, hogy elfogy körülötted a levegő, a tér, meg a barátok, akkor mi marad? lemehetsz valamelyik belvárosi klubba este, mert ott vannak hasonlóan igen, élő emberek, mint te, tudtok karaokizni, és akkor nagyjából fél év, mire rájössz, hogy egyébként ez, ez jó buli, de, de máshová nem vezet meg. Meg az a helyzet, hogy nekem nem nagyon volt mi lázadnom, hogy én, én olyan szabadon nevelkedtem bizonyos szempontból, hogyha ebben jó vagy csináld, ha nem, akkor ne csináld. Nem volt az, hogy leültettek volna otthon beszélgetni, hogy valami nincsen rendben, nem fogtak két kézzel, hogy nekem nem volt mi ellen lázadni. Kiadóval szemben már lázadtam. Hm. Amikor mondjuk azt a olyan ruhaszponzort, hogy annyira nem tetszett, és nem akartam felvenni, és tudod, ott álltam húsz évesen, hogy miért kell. Szerintem nem működik, nem jó, nem akarok ezzel az üzleti megállapodással foglalkozni, hiszen ott már egy kész nő voltam, azért tudtam, hogy mit szeretnék látni. Ilyen szempontból, imit szempontból volt lázadásom, de más ellen nem kellett. A Gabival. Öm, Tudod, a Gabi volt a nagyon-nagyon vadóc, és nekem ez így tetszett, hogy de jó, milyen izgi ilyen barátnőm még, még egyáltalán nem volt. És én egyébként nem mondanám azt, hogy ő rajta maradt ezen a, a vonaton, hiszen ő nem ott lett vadóc, ő mindig egy sokkal hangosabb, sokkal vehemensebb, és azt gondolom, hogy sokkal bátrabb nő is volt, mint én. Bátrabb? Igen. Miben? Én sokkal többet gondolkodtam azon, hogy hogyan felejek meg másoknak. Szerintem egészen 4 öt évvel ezelőttig. Mm. És lehet, hogy a Gabinak is voltak, vagy még a mai napig vannak ilyen érzései, de hogyha ha Gabira gondolunk, akkor nem azt érezzük, hogy, hogy ő megfelelni próbál, hanem azt, hogy Gabi csinálja. És ez tényleg így van, én nagyon sokáig próbáltam mindenkinek megfelelni, és ez viszont a tinisztárság miatt volt. Hiszen ott tudod, annyi mindenhez kellett alkalmazkodni, milyen egy tinisztár, meg milyen nem lehet egy tinisztár. Lehet pasid? Nem lehet pasid? Mit szólnak a rajongók? Amikor az első ö, kapcsolatom úgy összejött, hogy tényleg nagyon szerelmes voltam, és egy ismert fiú volt mellettem, mi ültünk a kiadóban, és arról beszélgettünk a kiadónak a vezetőjével, mi történik, ha ezt felvállaljuk, mi történik az én karrieremmel, mi történik a másik ember karrierjével is, és azt éreztem, hogy ez nem jó, ez nem egészséges, tudod, hmm. ez így ez így feszítésenek való, hogy nem így kéne történnie. Ez nem oké. Okay. Csomó kérdésem van, akkor no. maradjunk ezen a témán. <laughs> Az, hogy veled mondjuk érdekből barátkoztak, vagy pedig ismerkedtek emberek ez benned felmerült, hogy Igen. mondjuk a te fényedben akar fürdőzni akár egy párkapcsolat? Párkapcsolatnál nem feltétlenül, de volt olyan sztori így a Gabi kapcsán, hogy volt olyan zenekar, aki kinézett minket magának, és az milyen jó lesz, mert akkor hírverést lehet ebből csapni, hogy ki kivel jár, nem jött nekik össze. Uh -huh. De egyébként nyilván ezek az információk máshonnan visszajöttek, hogy mit szerettek volna párkapcsolatnál én azt érzem, hogy volt olyan, amiben nem biztos, hogy sokáig benne kellett volna maradni, pont azért, mert alól átlátták bennem, de, de kihasználva olyan téren, hogy valaki több felületet kapjon, nem éreztem magam soha. És valamilyen mintát éreztél a férfiaktól? Tehát, hogy, milyen típusú lánynak láttak, és hogy álltak hozzá? Tehát, hogy ők azt gondolták, hogy te tényleg egy ilyen jó kislány, vagy visszafogott jó kislány, vagy és téged el kell nyomni, vagy, vagy mi volt az, az amit éreztél a férfiaknál, vagy volt-e ilyen minta egyáltalán? Inkább azt éreztem, hogy a, a, most ezt nem tudom máshogy mondani, nem gondolom, hogy túlzottan önálló lennék. De kaptam már ilyen kritikát. Voltak olyan férfiak, akik ezzel nem tudtak mit kezdeni. Nagyon fiatalon felköltöztem, hogy nálam nem lehetett az probléma, hogy valami nem működik a lakásban, hiszen meg kellett oldanom. Uh -huh. Minden meg kellett csinálnom, nagyon hamar megtanultam autót vezetni. Voltak olyan dolgok, hogy nem értettem, hogy egy férfi ezt miért nem tudja megoldani. Hogyha én fel tudom fúrni a polcot a falra, akkor mindenkinek meg kell tudni oldani. Voltak ilyen hibáim, én azt gondolom, hogy nagyon fiatal férfiaktól váltam a, a megoldást. Mint, a, mint az az igazából nem volt. Hogyha végig gondolom a kapcsolataimat, mindenki más és más volt. Inkább, ha most úgy nagy igazságot kéne mondanom, én így a szórakoztatóiparból már olyan szinten szerencsére kijöttem, hogy hogy jó ideje azt érzem, hogy nem ott kerestem és nem ott keresek. Párt, uh -huh. valamiért azok nem működtek. Mert volt olyan, hogy mondjuk a, a nagyon jó együttműködéseimet szerették volna használni, és tudod, az nagyon nehéz, hogy elmész. Valahova az új klipedről beszélgetni, és közben akkor a párod is arról akar beszélgetni, hogy akkor velük hogy fognak együtt dolgozni, ez mindenkinek kellemetlen. Ilyet éreztem. Ilyen volt. Nagyon rossz érzés volt. És mit léptél, vagy hogy dolgoztad föl? Hát, ö, megkértem, hogy ezt ne hogyha ha elmegyünk valahová, az, az úgy lesz egy, egy, jó és egy professzionális megbeszélés, hogyha arra koncentrálunk, ami, a, amiért oda mentünk, és hogy én nagyon szívesen segítek egyébként a mai napig bárkinek, hogyha ha, ha kontaktot kér tőlem, vagy tanácsot, vagy valakivel hozzam össze, mert hát gondolj bele, hogy most már 18 éve vagyok azért ebben a szakmában, mindenkit ismerek, de hogyha átnyolnak felettem, azt, azt nem szeretem, és azt, hogy ezt mondjuk volt olyan párom, aki megtette, az ilyen kihozanító. Mm. dolog volt. Tehát akkor egy jó kis ideg Igen, voltak, voltak ilyen dolgok, de, de nagyjából most már én azt gondolom, hogy, hogy ilyen öt vagy hat éve ilyenekkel már nem lehet nem lehet megvezetni, de tudod azért, amikor 20 éves vagy, pöröksz jobbra-balra, meglátsz valakit, és te azonnal szerelmes vagy, akkor nem ilyeneken gondolkodsz, hogy most éppen éppen mi történik, akkor a kiadót gondolkodik, hogy ezt most hogyan tálalják, meg amikor mondjuk összevesztek és szakítottak, akkor ott is hívogatnak, hogy most vedd fel a telefont a bulvár újságnak, vagy nevet fel. Ennek inkább ez volt a, a, nehezebb része. Ezt is megmondták? Csinálj! Öm, igen, ugye mi, mi mindnyájan a, a Gabi, a Peti, a Puskás Peti, a Gásperec, mi mindnyájan ugye egy kiadóhoz tartoztunk, és hát nem velem volt a legtöbb probléma. <laughs> De hogy, Még gondolta hogy... volna ebből a felhozatal, hogy vagy akkor, nem veled volt. Jó, mindenkivel volt probléma, de akkor akkor igazából ott, ott egy mintára mentek a dolgok, hogy mindenkit próbáltak védeni. Azért semmi olyan dolog nem történt velünk, ami mással nem történhet meg, de azért te is tudod, hogy többféleképpen lehet állani az újságokban történeteket, és azért próbáltak ránk, ránk vigyázni, mert néha szerintem azért és ez lehet, hogy érdekes kijelentés, áldozatok voltunk, hogy olyanokért kaptunk, például ö, volt egy rendezvény, ö, egy alkoholgyártó cég csinálta, és mindenkit meghívtak, mindenki elment, ott voltunk, mosolyogtunk, és utána előkerült egy újságíró, hogy ezek a mai tinisztárok mit képzelnek magukról, hogy alkoholt népszerűsítenek, és ez milyen példa, és mindegyik tűnjön el, bőven 18-19-20 évesek voltunk, és én ott például nem kicsit sértődtem meg, mert egyébként mi ott koncerteztünk. Mm. De erről senki nem beszélt, hogy mondjuk mi oda összeraktunk egy külön műsort, zenészekkel mentünk, hanem arról volt szó, hogy mit képzelnek magukról ezek a tinisztárok. Bezzeg a mostaniak. Bezzeg a mostaniak. Ja. <laughs> Csinálják helyettünk is. Ja, ja. Volt ilyen időszak, amikor elszálltál magadtól? Amikor elhitted, hogy ez hatalmas nagy ovációs siker, és te vagy a világ közepe, és rád minden Szerintem nem volt ilyen, de ha mondjuk az akkori menedzseremet megkérdezni, de ő azt mondja, hogy igen volt. Aha. Egyáltalán nem volt, és nálam nagyon sokan nagy képűségnek hitték azt, hogy egy idő után nagyon bezárkóztam. Elmentem bárhová, leültem a sarokba, ott voltam, nem nagyon szóltam senkihez. Egyébként csak fáradt voltam. Nem az volt, hogy én többnek gondoltam magam, vagy másnak gondoltam magam. És érdekes most, hogy így a gyerekkorra visszagondolok, hogy ki maradt, vagy nem maradt ki, szerintem nekem az nagyon sok helyig elhúzódott. És ami másoknak már egy felnőtt élet volt, nekem ez a zenei élet volt, ugye a saját uh, játékom. Nagyképű és öntelt. Én azt gondolom, hogy soha nem voltam, de biztos találnál olyat, aki azt mondja, hogy dehogy nem. Gondolom az az időszak, amikor öntudatra ébredtél, nem? És amikor Igen. először azt mondtad valamire, hogy nem. Hogy hát a senki csinálhat. nem szereti. Mert ugye egy klasszik tinisztár mit csinál? Minden nagyon jól. Aztán amikor ugye már ilyen 19-20 éves leszel, és hát ezt nem szeretném, meg azt nem szeretném, akkor már úgy néznek rád, hogy de te eddig nem mondtál nemet. Uh -huh és teljesen normális folyamat az, hogy nemet mondasz, az is, hogy, hogy lázadsz mindenki ellen, akit addig imádtál, és egyébként nagyon érdekes, mert én minden menedzseremmel nagyon jó viszonyt ápolok, akivel valaha együtt dolgoztam, és az egyik régi menedzserem az egyik legfontosabb ember az életemben, nagyon-nagyon jó barátnőm, és képzeld el, hogy ott is volt egy ilyen egy-másfél éves mosolyszünet, és én a magam oldaláról azt érzem, hogy ott kellett az a másfél év ahhoz, hogy ő is elfogadja, miközben egy nagyon intelligens nő, aki ebben a szakmában dolgozik, elfogadja azt, hogy már nem vagyok kislány, és hogy van véleményem a dolgokról, és nekem ez volt a legnehezebb a tinisztárságban, hogy amikor a második és harmadik lemeznél visszamész és dolgozol, és ugyanúgy csinálod, akkor ki kell magadnak harcolod, nem csak azt, hogy újraértékeljenek, hanem megértsék, hogy te egyébként már egy felnőtt nő vagy. Az ilyen megugorhatatlan feladat sokszor. De akkor te a zenébe is beleszóltál már, nem? tehát hogy Mindenbe te, minden te, egy idő után, igen. Te saját magad stílust igen, váltottál, és próbáltál női esedni, én így emlékszem Szerettem arra. Szerettem volna, nagyon. Erre az időszakra. Ugye a nagy nagyztárság ideje az azért kicsikét alább hagyott, valljuk be, tehát hogy nincs, nincs az a hype körülötted, mint ami akkor volt. Persze. Ez minek köszönhető, tehát hogy elmúlt az az idő, és te kiestél abból a pixisből, ami éppen akkor volt, vagy a fiúk előtt törése mm. volt az, ami véget kitaszított arról a porondról. Elmúlt ez az, az idő egyszerűen, hogy én azt gondolom, hogy ezt uh, tinisztárságból indulva úgy, hogyha te változtatsz, és nem ugyanazt csinálod, mint az elején, 10-20-30 évig ezt egyáltalán nem lehet csinálni. És amikor tudod, én olyan 24-25 évesen eljöttem a legelső kiadomtól, tudtam, hogy ott lesz egy recsenés de hát ott ugyanazt kellett volna folyamatosan csinálnom. És egyébként ott volt az, hogy ott viszont borzasztóan élveztem azt, hogy zenekarozunk és jövünk, megyünk, és ott voltak olyan koncertek, amik jóval többet adtak, mint a nagyon-nagyon pörgős időszakban, hiszen volt idő megélni. Aztán, hogyha még ugrunk egy nagyobbat, ugye már ott voltam 28-29-30 évesen, és azt éreztem, hogy, hogy ez nagyon jó, imádom, szeretem, de valaminek kéne még történnie, hiszen hat éves korom óta Nekem mindenem, minden gondolatom csak e körül forog, és azt éreztem, hogy szükségem van másra, amiben amiben ugyanúgy bizonyíthatok, és elkezdhetem az alapoktól, és kiteljesedhetek, és ugye jött a pandémia, meg itt minden volt, és ott úgy döntöttem, hogy jó, akkor én nem szeretnék a nappaliból zenélgetni. Sokan nem értettek velem egyet. Nem adja ugyanazt az élményt. A követőknek sem fog egy idő után ugyanazt az élményt adni, és nagyon érdekes, akkor jött az, hogy mi lenne, hogyha ö, műsort vezetnék. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, ki tudja, meddig vagyunk, itt van, én ezt megtanulom, egyébként mindig nagyon vonzott, uh -huh. csak nem fért bele uh, egyáltalán az időbe, és hát annyira rajta maradtam ezen, hogy imádom. És ugye szokott nálam ez a kérdés lenni, amikor mondjuk rendezvényre megyek műsort vezetni, vagy énekelni, hogy jó, akkor csinálnád mindkettőt? Mindkettőt egyszerre nem tudom, úgyhogy egyik rendezvényen vagy énekelek, a másikon pedig akkor műsort vezetek. Tehát akkor nem volt egy ilyen uh, nagy... Uh ürességben, de amikor a zene az a hagyott, akár a népszerűsége. Mert az előbb azt mondtad, hogy a zene volt a te otthonod valójában, a te de ez nekem ugyanúgy megvan. Ez ugyanúgy megvan, csak nem mindegy, hogy hol éled meg, hogy például az, hogy most csináltunk új dalt, ami csak az enyém, ahhoz megint kellett egy, egy olyan érzés, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy klippet csinálj és dal csinálj, hogy érezd azt az erőt, vagy azt a bizsergést, hogy, hogy te most erre vágysz volt egy idő, szerintem egy pár hónap, amíg egyáltalán nem énekeltem. 6-7 évvel ezelőtt. Mert azt éreztem, hogy úristen, ez ez nagyon-nagyon sok, és akkor elkezdtem, tudod így olvasni önéletrajzokat, és, és mindennek utána nézni, és nagyon sok énekesnél van ezt, tudod, aki icipici korában feláll a színpadra, hogy van egy pár hónap, hogy na elege van, akkor most biztos, hogy nem. És akkor elkezdődött az, hogy így észrevettem, hogy de jó, megint énekelek. Akkor, hogyha ha jön felkérés, hogy koncert, akkor el, elvállalom, és nagyon boldogan megyek, nem az, hogy hát nem biztos, hogy akkor itt hol leszek, és nem biztos, hogy ezt szeretném csinálni, és inkább ez az érzés hiányzott nekem, mert én azt gondolom, hogy aki énekes, az mindig énekes marad. De nem tudod ezer százalékosan mindig csinálni, hiszen szerintem egy olyan élet, vagy hivatás, vagy munka nincs, amit tudod így végig. Uh, tudsz tolni. Vagy lehet, Nekem hogy vannak mondod, olyan... én vagy vagy lehet... az új... Egyfajtában újdonságkereső ember vagyok, érted, mindig az újdonság érdekel. És tudod, mennyire jó volt az, amikor mondjuk elkezdtem így TV tévéműsorokban dolgozni, és így azt éreztem, hogy de így haladunk, pici lépésekkel, és akkor, hogy egyre egyre előrébb kerülök, és ott lehetek, és akkor már azt éreztem, hogy hogy akkor az a helyzet, hogy hogy ehhez van tehetségem, magához, a színpadhoz, az előadó művészethez van tehetségem, és ez adott újra önbizalmat ahhoz, hogy akkor megint énekeljek, hogy a kettő az nagyon jól kiegészíti egymást, mert nekem az önbizalmam veszett el egy idő után. Miért? Mert mindenki mindent megtett érte, hogy elveszen. Jó, hogy ezek az elkézések, ezek ennyi hatással voltak rád? Persze. Hát én, én senkivel nem beszélgettem erről, mert mert nem szeretek egyébként nagyon nyavajogni, nagyon kevés emberről beszélgettem, emberrel beszélgettem erről. De de van, amikor azt érzed, hogy jó, akkor most egy kicsit sok a, a bántásból, mert egy idő után előkerülnek a, azok az emberek, akik megmondják, hogy neked hogyan kéne ezt csinálni. Amikor a mostani tinisztárokról is beszélgetünk, ott is van olyan, amikor azt érezzük, hogy mások megmondják, hogy esetleg más szöveget kéne, tudod, vagy más ruhát, és nem tudod, hogy ez bennük hogyan csapódik le. Uh -huh soha nem tudod. Még a nehezítő tényező a mostani tini sztároknál, hogy van komment szekció. Tehát nem csak a nem csak a kollégák mondják meg, hogy mit kéne és hogy kéne csinálni, a kommentelők Ugye, nekünk is lehetett kommentelni, írhattak levelet. Ne tudd meg, hogy milyen leveleket kaptunk. De persze. Persze, mert Tehát valaki vette a kiadóba is. És... hogy írt egy levelet, feladta a postán. Igen, nagy dobozni fikázott? levelek voltak hetente, persze. De miket írtak? Hát, hogy úristen, de csúnya vagy, gyűlöllek, a pasim rólad beszélt, figyelj, nekem volt egy olyan történetem, hogy valami történt a bokámmal, egyébként egy ilyen nagyon furcsa rovarcsípés és üzleti gyulladás, bekerültem a kórházba, és jött a röntgenen egy lány, aki úgy nyúlt a lábamhoz, hogy üvöltöttem és sírtam, és nagyon gonosz volt velem. És megkérdeztem, hogy itt mi történik, és mondták, hogy hát a pasi engem nagyon kedvel. Na, hogy, hogy ilyenek történtek, de hogy levélben is ö, olyan dolgokat tudtak ö, írni, most az, hogy volt egy olyan oldal, hogy hogyan nőjük meg lolát, így visszagondolva vicces. De ha akkor ott kiadom ezt előlem, nem titkolja el, akkor én félvállok a színpadra, hiszen ez egy létező ö, probléma Jelenségű. volt abban az időszakban. És egyébként ez, ez a komment szekció, ez biztos, hogy sokkal nehezebb a, a mai tinisztároknak, hiszen azonnal minden arcban ott van. De lehet, hogy ők valahogy ezt jobban is kezelik, hiszen már ők is ebben öttek bele. Vagy szeretném azt hinni, hogy jobban kezelik, és akkor nem üt a Szerint lelkükön. Egy idő után eltelsz vele, akkor tudod. Egy idő igen. után betelítődik, igen. és már nem figyelsz rá, hogy nem foglalkozol Én vele. remélem. És aztán kireppelik magukból, hogy okoskodsz a És otorral. nagyon jó dalokat csinálnak, úgyhogy akkor hatásos. <laughs> Inspirálja őket a, az alkotásra. Oké. Okay. Benne vagy abban a korban, amikor jön a kérdés sok embertől, Igen. hogy mi a helyzet a magánélettel, az anyasággal, a házassággal. Benne vagyok abban a korban. Mit válaszolsz <laughs> ilyenkor? Um, nagyon megsértődtem régen ezeken a kérdéseken is. Ezt így nagyon arcba szerették feltenni, és amúgy az az egy szerencsét van, hogy tudom, hogy nem volt ki. Nem, hát érdekli az embereket, azért kérdezem meg, és bármit válaszolsz, az az oké okay válasz. Persze, meg hát mindenkinek ugye a saját életét kell élnie, főleg ebből a szempontból. Én voltam ugye mennyasszony a 20-as éveim közepén, de azt éreztem, hogy, hogy minden úgy, úgy van, ahogy a nagykönyvem meg van írva, de mégsem mégsem az történik, amire én vágynék, és akkor utána ez egy egyesség, ugye? Mert nem túl szépen, de, de véget ér, de ezt már feldolgoztuk. Aztán utána volt még egy hosszabb kapcsolatom, ahol én azt éreztem, hogy ez már lehet komolyabb, és aztán mégsem úgy alakult. És és valahogy tudod, az van, hogy az életednek ez az a része, amit nem tudsz egyedül megoldani. Uh -huh. Illetve itt az, ez az a rész ahol visszaköszön a gyerekkor, és nagyon sok olyan, ami ezt nem tudom szebben mondani, szerintem, hogyha 20-as éveimben én anyuka lettem volna, akkor nem biztos, hogy jól ment volna vagy ha házasodok. És egyébként nagyon szeretnék majd gyermeket vagy gyermekeket, és szeretnék házasságot is, és szeretnék egy olyan társat, de egyébként most már az utóbbi két-három évben nem szoktam például a, a párkapcsolati állapotomról sem beszélgetni, és azért nem, mert mindig az volt, hogy kihoztam egy újdat, vagy készültem valamire, megkérdezték az interjú, hogy van vagy nincs, és az volt a címe. És ott ültem, és azt éreztem, hogy itt vagyok nőként, és ez a téma, hogy van vagy Tartozol-e valakihez? Igen, tartozom-e valakihez. Egyébként például ez, ez, nagyon közhely, de azt nem szokták megkérdezni, hogy amúgy boldog vagy? És amúgy az vagyok, és, 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 minden rendben van, hogyha lesz férjem és lesz gyerekem, arról, arról fogok szólni. Azt is nagyon sokan megkérdezték már, hogy mi lesz, hogyha kicsúszol. Hát akkor kicsúsztam. Hogy nem csak én vagyok ebben a, 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 helyzetben rengeteg velem egy nő van, és egyébként a baráti társaságomban például képzeld el, egy, egy baba született eddig, hogy valahogy a mi már. nem tudom, hogy mi történt, erről szoktunk a barátainkkal is ö, beszélgetni, talán mi mással voltunk elfoglalva a 20-as éveinkben, vagy, vagy azok a férfiak, akik hozzánk passzolnak őket máshogy nevelték, ezt így lehetne fejtegetni. Két vagy három éve nagyon ki voltam. Úristen, most, most mi lesz? És azért voltam ki, mert nem voltam jó kapcsolatban. Uh -huh. Szeretném, hogyha ha lenne, és azon vagyok, hogy, hogy jó legyen, és szerencsére most már ezeket így le tudom magamról dobni, de igen, ezt tényleg sokan szeretik még megjegyezni, hogy hogy miért nincs. Nem tudom, nem tudok olyan hibákat felsorolni magamban. <laughs> Volt, amikor ezt kerestem, de, de nem tudok olyan dolgokat felsorolni, hogy miért nincs. Uh -huh. De akkor nem lehet, hogy a, a tinisztárságot, az ott tapasztalt, a kihagyott tínézserkor valójában, hogy ez mind-mind vezet? Nem nem érzed? Nem, nem. Egyszer kaptam egy nagyon jó észrevételt egy számomra fontos férfitől. Azt mondta, hogy nagyon érdekes vagyok, mert hogy rám néz és fiatalabbnak tűnök, mint amennyi idős vagyok. Viszont, hogyha ha beszélgetünk, vagy úgy időt töltünk együtt, akkor mindaz, amit működik, az pedig egy tízessel minimum idősebb, és hogy hogy ez nagyon sokszor összezavaró lehet, és mm -hmm. voltak olyan ismerkedéseim, hogy, hogy egy-két dologról úgy komolyabban beszélgettünk, és akkor rájöttek, hogy egyébként egy felnőtt komoly nő vagyok, és futottak. Nagyon-nagyon messzire. Hát de igen, fel kell venni nagy ruhát, le kell vágatni a hajadat rövidre, befestetni őszre, és Ö... <laughs> mindjárt a, jó, hát a lelki korodnál a... <laughs> leszel, tudod. <laughs> Nem, nem, egyébként a, a lolasságtól volt már olyan, hogy, hogy volt, aki félt, vagy tudod, mi szokott még nagyon zavarni, amikor találkozom valakivel, nem randi szempontjából, most nem Rad, erről rád beszélek. Rádmaszturbáltam fiatal koromban. Máshogy szokták mondani. Azt szokták mondani, hogy olyan szerelmes voltam, veréd, amikor fiatal voltam, és egy időben megkérdeztem, hogy azóta mi történt? Hát feleség, meg kettő gyerek. Jó. Elfelejtett hamar. Igen. Ott. Nem, én én örülök, hogy boldog, és hogy, hogy minden megvan, amire vágyod, de, de ilyeneket szoktam hallgatni, meg nagyon sokan félnek az ismert nők esetében, nem csak nálam, attól, hogy mi lesz, hogyha szerepelni kell. Uh -huh. Nem kell velünk szerepelni. Egyébként én, na, hát én pont nem vagyok az a nő, meg az a, az a lelkület sem, aki mindent szeretne megmutatni. És akkor hogy hozzá szerelmem a kávét az ágyba, és ide megyünk nyaralni meg oda, mert hogy engem ezek a tartalmak borzasztóan idegesítenek. Ez egy jó kis kampányszöveg volt így. Tényleg? nem kell velünk szerepelni. De, de, ez, ez jogos félelem egyébként, hiszen abba bele kell gondolni, hogy, hogy aki Tehát nem ebből... jogos a... félem, hogyha valaki nem akar szerepelni, akkor el tudja mondani a párjának, hogy figyelj, én ezt nem akarom csinálni. Igen, de aki nem ebből a világból jön, hogy most, most úgy beszélgetünk, hogy hogy mi egy világnak vagyunk, ez egy félnek, a, ezt a részei. Például, vagy Persze, attól, is, attól, hogy ez, és hogy nekem ez volt szószor. olyan ismerkedésem, amikor amikor valaki olyanan ismerkedtem, aki, aki nem a művészvilágban mozgott, és volt egy-két dolog, amit nem értett. Elmondtam kétszer, elmondtam háromszor, négyszer, és utána azt éreztem, hogy ez nem fog átmenni. Aha. Miért mosolygok így a műsorvezető társamra? Mert élvezem a műsort, és imádom a műsorvezető társamat. De miért imádom? És tudod, ez, ez ilyenkor, ez nehézséget okozhat, vagy hogy, hogy ugye uh, milyen ruha van rajtad egy, egy műsorban. Miért olyan rövid az a szoknya? Én nem éreztem rövidnek. De valószínű, ha valaki uh, egy teljesen más hivatásból érkezik az én életemben, lesz olyan ruha, amire azt fogja mondani, hogy hát 35 évesen ez kicsit sok. Amiben mi dolgozunk, van olyan, ami sok? Hát jó, de ez egy pak, mai világban tudják az emberek, hogy ez így működik, nem? Nem? Nem tudja mindenki. Uh -huh. Nem tudja mindenki, és ugyanúgy, hogy ebben van nekem is egy, egy nagyon nagy felelősségem, van, egy, vagy egy oldalam, hogy, hogy nem biztos, hogy ezt, ezt jól Jó, csak ugyanaz az ember, hogyha te egy civilállást végeznél, ugyanúgy próbálnak korlátozni, hogy ne ír vissza a kollégádnak, hogyha rád ír valamit a munkával kapcsolatban, uh -huh. mert miért érsz vissza neki este, ugyanúgy szólna, hogy Nekem ne, legyen nekem annyira nem lehet voltál mondani. a amikor mész éppen dolgozni az irodába, tehát ugyanez megtörténne szerintem, akkor is, egy civil állásod lenne. Lehet, nem tudom, mert sosem volt ugye ö, civil állásom. Ö, igazából gyerekként azt gondoltam, hogy sokkal hamarabb meg lesz ilyen téren mindenem. Aztán utána láttam, hogy sokféle ö, út van, és, és gyakorlatilag tényleg én, én valamiért azt érzem, de nyilván majd a kommentelők megmondják, hogy ez nem így van, hogy én még nem maradtam le semmiről, sőt most érkeztem meg szerintem egy olyan állapotba mentálisan is, és most került egyébként az önértékelésem is annyira a helyére, hogy most van igazán az, hogy bele tudok kezdeni valami olyanba, ami, ami hosszú távú lehet. Mert évekig nekem ez nem ment kötődési probléma? Nem is az, hogy kötődési probléma. Én nagyon tudtam kötődni. Ezzel, ezzel egyáltalán nem volt baj, de az én életemben fontos tényező az, hogy nekem az édesanyám ugye nagyon-nagyon hamar kiesett ö, a mindennapi életből, és hát gondolj bele az, hogy, hogy az édesanyád az, az első, ö, mi, minden, mindenben ő az első számodra, az első kötődésed, őt imádod a legjobban, ő mutatja meg azt, hogy milyen az élet, hát ő szül meg, és én azt gondolom, hogy nagyon sok idő kellett, és pszichológus is, én nagyon szeretek pszichológushoz járni, amíg azt helyre tudtam magamban tenni, hogy miért működöm úgy, ahogy, és ez egyébként ezek helyrehozható, és jól kezelhető dolgok, főleg, hogyha olyan partnered van, aki, aki, aki figyel erre, de nekem ezt így, meg kellett fejlődnöm, hiszen ez hiányzott az én életemből. Nem úgy kezdtem bele kapcsolatokba, hogy teljesen magabiztos voltam, hanem azt éreztem, hogy, hogy nekem kell többet adnom, és mindig bizonyítanom kell, és, és az nagyon rossz érzés volt, és az nem egy jó élet, és szerencsére ez ez már elmúlt. Anyukáddal ő az elvállás miatt volt ez a távolság? Nem feltétlenül. <laughs> Igazából uh, mindig, mindig nagyon apás voltam nagyon hasonlítok is az édesapámra, és az, hogy ők elváltak, igen, még távolabb került tőlem az édesanyám, de amíg együtt éltünk mindnyájan, addig is valahogy. Valahogy úgy alakult, hogy, hogy én mindig az apukámmal szerettem volna megbeszélni mindent. Vele szerettem volna játszani, őt vártam haza. Anyukámnak nagyon nehéz lehetett egyébként. Szerintem neki sok volt a, a kettő, kettő gyermek, és, és az az egész élet és, és akkor még szerintem nem ismerték az emberek ezeket a problémákat, hogy mondjuk valakinek szülés utáni depressziója van, hmm. vagy vagy bármi nagyon komoly problémája. Egyébként a mai világban is ezt még úgy furcsán kezelik, hiszen ha valakinek örülnöd kell, persze, a hát minden ez sír Hónapokon keresztül Igen, 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 és uh, szerintem neki az ott, ott borzasztóan nehéz lehetett, is. és onnantól az úgy nem ment tovább normalizálódott a kettőn kapcsolata. Ha tudtál vele erről beszélni? Ö, erről nem beszélünk, erről már nem kell. Ö, nekem nagyon kerek gyerekkorom volt így is, hiszen ugye átkerültünk a nagyszülőkhöz is, és annyi mindent kaptam. Tudod, amikor a gyermekek csak hétvégen temeltnek a nagyszülőkhöz, minden napot voltam, hogy annyi figyelmet kaptam, annyi szeretetet. Pótolni nem lehet de segíteni ezen, hogy egy anyuka kiesik az életedben, nyilván lehet, tudunk beszélgetni, ha bármire szüksége van, akkor segítünk, de, én azt gondolom, hogy emiatt is voltak olyan elakadásaim, hogy talán nekem ez a, a család és a, a, gyermekvállalás egy kicsit később jön el, és egyébként ezért nem annyira szép dolog erről kérdezgetni bárkit, de veled szívesen de beszélek tudják, erről. Mi a, mi az igen, persze. De hogy veled, mert tudom, hogy a, a gondolat mögötte nem az, hogy hogy szúrj ki velem. Persze. De amikor azt érzem, hogy azt is mondtad, hogy nem akarsz gyereket, ezt is mondtad volna. De akarok. de oké. akarok. De mondom, akarok a igen. Válasz, érted a mai de hogy ezért volt. kell szerintem arra figyelni, hogy hogy kit, uh, hogyan kérdezgetünk, és egyébként mióta én beszéltem mondjuk így erről, vagy arról, hogy az édesapám egyedül nevelt, és uh, a kezdeti évek nem voltak annyira uh, könnyűek, amíg nem költöztünk oda a nagyszülőkhöz, Tudod mennyi Insta meg Facebook üzenetet kaptam, akár egyedül álló édesapáktól, akik gyerekeket nevelnek, hogy hogy mennyire köszönik, és hogy senki nem beszél arról, hogy az apukák is hmm. mennyi munkát csinálnak, mennyi munkát tesznek bele egy családi életbe. Nagyon-nagyon sok ilyet kaptam, és akkor tudod, így az volt bennem, hogy nem vagyok egyedül. És az mindig egy ilyen erősítő érzés, hogy semmivel nem vagyok egyedül, se a gyerekkorommal, se azzal, hogy van családom, vagy, vagy nincs, és szerintem egy ismert embernek egy idő után fontos erről beszélni, mert tudsz vele másoknak is, és magadnak is segíteni. Mi lenne, ha kérdés? Hűha! ha lenne gyermeked, és ő szeretne zenélni, énekelni nagyon fiatalon, engednéd? Igen. Persze, hogy engedném. Figyelnék. <laughs> Figyelnék, hogy mi történik, de engedném. Mert életem egyik legnagyobb szerencséje, hogy tudod, nem fogtak nagyon erősen, és engedtek. Oké, okay, ugye az új dal a Bélyeg? Igen. Lesz folytatása? Tehát, lesz. hogy most lesz egy lemezni anyag, Mondjuk lemez már a mai világban nem nagyon van. Igen, de azért egy lemezni anyagot össze lehet rakni. Igen, nagyon szeretném. Borzasztóan élvezem, tudod, most, most újra azt, hogy dal csinálunk, stúdiózunk, annak van egy ilyen saját atmoszférája, klipet forgatunk, és ezt már a mai eszemmel úgy, hogy mindent átlátok, sokkal, de sokkal izgalmasabb csinálni. Személyesebb lesz, mint eddig? Mert a Bélyeg egy nagyon személyes dal. Igen. Igen, de itt jön a bátorság szerintem így középpontban, hogy most már merek sokkal bátrabb lenni, mert valamilyen szinten nem érdekel, hogy, hogy ugye ki mit mond. Betótgabis ez... ott Nem, nem. Szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez az én életem, és ennyi. Ez senki nem tudja se jobban se rosszabbul csinálni. És hogyha erre rájössz, lehet, hogy a Gabi erre sokkal hamarabb rájött, mint hát én. Volt ez a posztja, a, a mit szólnak majd a szomszédok, hogyha meg tudják, és hát mit szóltak a szomszédok. Nem túl teszik magukat bármin a szomszédok gyakorlatilag. És egyébként most, most nem a nem a Gabit védve, de hogy, hogy azért szerintem annyi minden jelent meg róla is, és annyira túlhúzták, és, és annyira gerjesztették ezt, hogy minden erről szóljon. Nyilván ehhez a történések is kellettek, de azért azt tudjuk, hogy a Gabi nem állt az újságírók feje mellett, hogy légy szírjatok rólam, légy szírjatok rólam. Tehát ez, ez... az emberek elválnak, az emberek beleszeretnek másokba. Igen, ez az élet, tehát, hogy és ez mindenkivel megtörténik. ami a Gabival történik, mert ez, tehát, hogy ez bárkivel megtörténik. Nem voltunk ott, igazából azt sem tudjuk, hogy mi történt, csak olvastunk valamit az újságban, és, és uh, szerintem ez, ez egyébként szórakoztatja az embereket. És a Gabi sokkal hamarabb rájött arra, hogy azt csinál, amit akar, csak neki legyen jó. Jóci, köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm. és beszélgethettünk egymással. Szurkolok az új anyaghoz, meg a tévés álmaid, amik még előtted vannak, azok még teljesen be tudjanak teljesülni, bármire köszönöm. is vágysz ezzel kapcsolatban. Nagyon sok mindenre vágyom. <laughs> jó, és ugye várom a dalokat tényleg, mert ez ja. egy nagyon jó dal, ez a bélyeg kis poszt volt az Instagram. Köszönjük szépen. Műkszer? Igen, és nagyon jól esett, igen. Igen? Jó. Mm -hmm. Köszi. Jól csináltam, aztán meghívtam, hogy beszélgetni rád, de melegítettem a terepet. Igen, köszönöm szépen. <laughs> köszönöm, szia. Sziasztok. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold like őket, és ha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon vagy a TikTokon.